Függvénysorok konvergenciának vizsgálata számukra nem lesz más, mint tulajdonképpen paraméteres számsoroknak a vizsgálata, azaz nem sok újat fogunk venni, sőt, ugye amikor a geometriai számsorról megállapítottuk, hogy x abszolút értelemben kisebb, mint egy esetén konvergens, már foglalkoztunk is ilyennel. Sőt, tudjuk az összegképletét is. Jó? Hát most az összeképletemmel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy mikor lesz ez konvergens, és ugye olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az N-dik György tesztet, meg a HL-os tesztet tudjuk alkalmazni, azaz a határértékek léteznek, tehát ugye ez is, meg ez is létezik, és persze ugyanazt az értéket adja, tehát amikor paraméteresen dolgozunk, tulajdonképpen azokkal a tesztekkel mi mindig úgymond dönteni tudunk arra vonatkozó, hogy mi a határérték, jó? És ugyanakkor a paraméter miatt figyelnünk kell sok mindenre, például arra, hogy milyen paraméter x változó esetén van ugye értelme az adott kifejezésnek. Jó, természetesen a futó indexre is figyelnünk kell, de erre is különösen. Úgyhogy mindig vizsgálnunk kell, hogy itt az itt szereplő függvényeknek mi a közös értelmezési tartománya. Jó? Tehát akkor feladatot mindig azzal fogjuk kezdeni, hogy az értelmezési tartományt fogjuk vizsgálni. Ugye? Mert végül is az a célunk megadni, hogy mely x-ekre lesz ez konvergens. Előbb-utóbb szerintem lesz annyi utamunk, hogy ránézésre fogjuk látni, hogy milyen x lehet, milyen x nem lehet. Itt az első feladatnál azért megmutatom, hogy hogyan is lehet gondolkozni. Hát kezdjük el, és írjuk ki ennek a szumának a jelentését. Ugye, hogyha n legyen 0, akkor van az a függvényem, hogy n helyre 0-át ír a mínusz 1 harmad, 2x mínusz 3 a köbben. Minden szám jó. Menjünk tovább. Mi a következő? N egyenlő 1-re. Mit kapok? Behelyettesítve 2 per mínusz 2 és 2x mínusz 3 és a negyediken, ez megint csak egy forina. Tényleg látható, hogy ugye a nevezőben soha nem lesz nulla egészekre, természetes számokra, és a kitevő pedig egyre nő, tehát polinomom lesz végig, az meg mindenhol értelmezve van, tehát az értelmezési tartomány az minden szám. És akkor tulajdonképpen itt azaz az összes valós számból kell kiválasztanom azokat a pontokat, azokat a paraméter, változó értékeket, amire ez a sor, a megfelelő számsor ugye konvergens lesz. Tehát itt valami részhalmaz lesz, ahol abszolút konvergens, vagy divergens, vagy éppen feltételesen konvergens. Hát ez feladattól függő, hogy ugye mi lesz a megoldás. Minden esetre hogyan kezdünk hozzá? Választunk a két teszt közül ugye valamelyiket, ami, hát most akkor legyen az első, az n-dik gyök teszt. Jó? Tehát akkor n-dik gyök alatt abszolút érték nagyon lényeges, hogyha csak pozitív tagúakra vonatkozóan van ez a teszt, hogy az n-dik gyök alatt ugye pozitív mennyiségnek kell lennie. Azaz azt kapjuk, hogy ha ezt itt szétszedem már, akkor n-dik gyök alatt n plusz 1-en van, hogy ez mindig pozitív, nevezőre kicsit vigyázni kell, ugye? Mert nullára meg egyre negatív számunk van, mint ahogy láttuk is. Tehát itt abszolút értéket írok. Na most, hogyha itt az n-dik gyököt veszem, hogy itt n plusz harmadikon, akkor azt írhatom, hogy n-dik gyök alatt 2x mínusz 3 a köbön. És ugye pont az n-dik hatványnak az n-dik gyöke az 2x mínusz 3. Jó? Tehát ez lesz az n-dik gyök. Abszolút értékben a függvénynek, és a határértéket kell venni, hogy hent tart a végtelen. Ugye, ahogy vettük matek egy kalkulus egyből, ugye az n plusz 1 az például n és 2n közé fogható, hogyha az n az nagyobb, mint 1, azaz n-dik gyök alatt n plusz 1, n-dik gyök alatt 2, n-dik gyök alatt n, ugye ez 1-hez, egyhez, tehát a rendőrelvet is figyelőbe, ez egyhez tart. Akkor nézzük a nevezőben, abszolút érték.
Hát ott aztán is hagyom az abszolút értéket igazából. Ugye n négyzet mínusz 3, n négyzetszer 1 mínusz 3 per n négyzet. Tehát az n nagyobb egyenlő 2 feltétellel élnek. Jó, és akkor, hogyha az n-edik gyököt veszünk, akkor mit is kell vizsgálni? Ugye az 1 mínusz 3 per n négyzet, az tart az 1-hez, ez tart a nullához, akkor ebből tudom, hogy ha az n elég nagy, akkor ugye határérték 1 kettedszeres, vagy 3 kettedszerese között van, azaz ha n elég nagy, és ez azt jelenti, hogy akkor n-edik gyökölt 1 ketted, n-edik gyökölt, és akkor megint csak ugye konstansnak az n-edik gyöke, az tart az 1-hez, rendőrre lapján 1-hez fog tartani. Ez a kifejezés is. Na most még, hogyha ezt így írjuk, akkor ugye látjuk, hogy nekünk még van egy n-edik gyök alatt n a négyzetenes kifejezésünk is. N-edik gyök alatt 1 minusz 3 per n négyzet. Jó, tehát n nagyobb egyenlő, mint 2, miért itt nincsen problémánk. És akkor ugye ez itt tart az 1-hez, akkor persze a négyzete is 1-hez tart. Ugye? Ez is az 1-hez tart. Ez is tart az 1-hez. Jó? Most nézzük itt ezt a kifejezést. Hát ugye x az tetszőleges rögzített szám, tehát akkor általában könnyű legalább, hogy egy konstansnak ugye az n-edik gyöke az ugye nullához tart. Igen, ám csak azt mondtuk ki, hogy ha az egy pozitív szám. Jó? Tehát ugye az n-edik gyök alatt c-nél ott meg volt az a feltétel, hogyha c nagyobb, mint nulla. Jó? Tehát itt igazából az van, hogyha a 2x-3 abszolút értékben nem egyenlő nullával, akkor természetesen ez tart az 1-hez. Jó? Tehát ez hová is tart? Ez tart az 1-hez, hogyha, hát ugye x nem egyenlő 3 ketteddel. Nem egyenlő 3 ketteddel. Mi van akkor, hogyha az x egyenlő 3 ketted? Hát az x egyenlő 3 ketted, akkor természetesen nulla van, és nullának ugye bármilyen gyöke az, négyzetgyöke, köbgyöke, stb. Az nulla, tehát akkor tulajdonképpen null sorozatról van szó. Tehát abban az esetben, hogyha az x az 3 ketted lenne, akkor ez nulla. Tehát ez a plusz van, ami ugye a paraméter miatt oda kell figyelnünk, amikor ilyen határértéket ráérünk. No, hát akkor foglaljuk össze, hogy ezek alapján mit is mondhatom. Ugye ez a szorzó tényező 1-hez tart. Hát ez 1-hez, hogyha nem egyenlő, és akkor ugye azt kapjuk, hogy abszolút értékben 2x minusz 3-unk van, de csak akkor, hogyha nem egyenlő 3 ketteddel, mert hogyha 3 ketted, akkor nulla a határérték. Hát igen, ám, de ez ugye 3 kettedre nullát ad. Azaz, ez a képlet igaz, akkor is fix. 3 ketted, hogyha nem egyenlő 3 ketted. Tehát végül is ezt kaptuk, annélkül, hogy okoskodnánk itt, de hát akkor is ezt figyelembe kell vennem, ennyivel több. Azt is elfejtettem mondani, ugye, hogy itt az is előfordulhat, ugye, hogy éppenséggel nulla a nulladikon fogunk kapni, tehát azt is jegyezzük már meg, ugye, hogyha véletlenül olyan kifejezésünk, hogy arra az x olyan paraméter, hogy nullát kapok, és a kitevés nulla, akkor azt ugye egynek kell tekintenem. Jó, no, tehát ezek alapján megkaptam, hogy ez a határérték. A számsorok esetén, ugye itt ez egy szám volt. Szám volt, és akkor annak megfelelően ez a szám, ez egynél nagyobb, vagy kisebb, vagy egyenlő egy, annak megfelelően a következő következtetéseket vontuk le. Ha kisebb, mint egy, akkor azt mondtuk, hogy abszolút konvergens, igaz? A szám. Hogyha a szám, amit kaptunk, az nagyobb volt, mint egy, akkor azt mondtuk, hogy divergens a számsor, amennyiben hát ez volt a legtalán rosszabb esetünk, amikor egyenlő egyen, akkor további vizsgálat, magyarul ez a teszt nem működik, oké? Tehát a teszt nem tud dönteni, további vizsgálat, teszt nem tud dönteni. Nem azt jelenti, hogy nem konvergens, hanem másik tesztet kell választani. És akkor meg is mondtuk azt, hogy mi a helyzet. Na most itt paraméteresen kell akkor dolgozni. Tulajdonképpen 3 ilyen feltétel van.
Most az első feladattán, videónál természetesen megcsinálom mind a hármat, de hát a későbbiek során nem fogjuk, hát most szerintem nem olyan nehéz észrevenni, hogy alapvetően az elsőből meg tudom mondani a másik két esetet is. Jó? Tehát akkor nézzük az első esetet, azaz az abszolút érték 2x plusz 3 az kisebb, mint 1. Miért szeretem ezt? Azért, mert itt egyetlen egyenlőtlenség volt, hogy csak egy ilyen dupla egyenlőtlenséggel tudok dolgozni. Tehát abszolút értékben kisebb, mint 1, az azt jelenti, hogy mínusz 1 és 1 között van a kifejezés. Akkor 3-at hozzáadva, mindkét ugye oldalhoz, hát igazából 3 is van, akkor 2 osztva azt kapom, hogy 1 és 2 között, hogy ez a kifejezés abszolút konverges lesz, azaz, itt van az 1, itt van a 2, és abszolút konvergens. Jó? Tehát ez megvan, és úgy hiszem, hogy mindenki érzi, hogy divergens lesz itt, és itt abban a két pont pedig további vizsgálat kell tenni. De hát azért biztonság kedvéért oldjuk meg azt is. Azt is. Miért nem kedvencem ez? Azért, mert ez a egyenlőtlenség, ez két külön egyenlőtlenségként íratok föl. Tehát abszolút így jobb teszt, nem, persze akkor nem tud a hányados teszt sem dönteni. És akkor ezt ide ki kell feltétlenül kiírom, hogy a végpontokban ne használjuk már az n-edik gyöp teszt hányados tesztet. Tehát a végpontban a, hát nyilván reménykednünk, hogy az összehasonlító az mindig működik, összehasonlító, vagy hát ha muszáj, ugye akkor az integrál teszt áll még rendelkezésünkre, hogy megállapítsuk a megfelelő számsor konvergenciáját. Tehát tulajdonképpen akkor azt jelenti, hogy végtelen sok x érték paraméter vagy változó esetén tudom, hogy mikor lesz ez a függvénysor konvergens, már csak két pont marad ki, de ez két szám, ez azt jelenti, hogy természetesen, hogyha visszaírva, ugye, az eredeti feladatba az adott értékeket, akkor számsorokat fogok kapni. Mindenféleképpen próbáljuk meg úgy elhelyezni a papíron ezt a megoldást, hogy egymás mellett legyenek, ugyanis a két szám, amit fogunk kapni, az nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Nézzük esetünkben, mit is jelent ez. Tehát ha az x betű elejére egyet írok, akkor ez itt n plusz 1 per n négyzet mínusz 3, és az mínusz 1 az n plusz 3-on. Jó? Vettük, jól láthatóan ez ténylegesen alternáló. Alternáló. Jó? Alternáló számsort kaptam. X egyenlő 2 esetén oda-vissza helyettesítve, ugye n plusz 1, n négyzet mínusz 3. Hát alapvetően, hogy ezek a futóindexek annyira mindegyek, hiszen most sem fogjuk megmondani azt, hogy mi az összege, csak a konvergencia a kérdés. Hát igen, hogyha kettőt behelyettesítem, 4-ből 3 az 1, 1 az n plusz 3-on 1-et. Tehát egy ilyen, hát mondjam, pozitivitás teljesül, hogyha az n nagyobb, mint 1, tehát pozitív tagú számsort kapok. És ennek az alternálója az pont az. Tehát látjuk az összefüggést, csak azért dolgozunk a pozitív tagúval, mert ha ugye, hogy emlékszünk rá, a pozitív tag konvergens, akkor ez abszolút konvergens, és így tovább. Tehát nagyon sok munkát meg tudunk spórolni. Jó? Na most, melyik tesztet alkalmazunk? Ugye ez a végpont, megbeszéltük, azért vagyunk itt, mert ez a teszt nem tudod dönteni, de akkor másik sem. Tehát itt választási lehetőségünk ez. Jó? Integrál teszt általában akkor jön be, amikor ilyen elemet látunk. Úgyse szeretünk integrálni, persze, hogy az összehasonlítóval fogunk próbálkozni. Ahhoz ugye csak egy jó határértéket kell fölvennünk. Tehát ugye ez n per n négyzet, 1 plusz 1 per n, 1 minusz 3 per n négyzet, ez egyenlő 1 per n-nel, tart a nullához,
tart az egyhez, az egyperen az persze tart a nullához, ami azt jelenti, hogy az általános tagnak a határértéke az nulla, ami nem jó, igaz? Mert ez még csak további vizsgálatot jelent számunkra. Tehát sok tesztünk van, nem szabad összekeverni, hogy mikor melyik érték szám jön ki, mikor mit mondhatunk. Az általános tagnál ugye ez van, hogy ez további vizsgálatot jelent, de ugye a második szorzó tényezőnek a határértéke az egy pozitív szám. Ebből következik, hogy a számsorunk az hasonlóan viselkedik. Már nem is írok futóindexet, mert nyilvánvalóan az érték az teljesen más, mint az egy per n. Na most itt ugye egy per n van, n az első, hát emlékszünk rá, p az egyenlő 1, nem nagyobb, mint 1. Látjuk, itt az 1-hez kell hasonlítani, amiből következik, hogy divergens, akkor ez is divergens. Tehát itt azt kapjuk, hogy itt ebben a pontban is divergens. Jó? Akkor sajnos ez azt jelenti, hogy ez nem abszolút konvergens. Hát, ez azt jelenti, hogy dolgozni kell tovább, hiszen ez egy alternáló számsorok, ez természetesen lehet feltételesen konvergens. Ahhoz a Leibniz kritérium, nézzük csak, az AN határértéke nulla, az pont itt van vele egy sorban, az teljesül, most már csak a monotonitás a kérdés, úgy a csúnya, a monotonitás, hogy azt sajnos itt n plusz 1 van, tehát fönt is van, neveszámlóban, nevezőben is van ennes kifejezés, úgyhogy akkor mondjuk itt a gx egyenlő x plusz 1 per x négyzet minusz 3 függvényt fogom vizsgálni. A pozitivitás teljesüljön, ezért felteszem, hogy persze az x az legyen már nagyobb, mint nagyobb egyenlő, mint 2. Jó, tehát innentől kezdődve. És akkor a derivált az nem lesz más, mint ugye x négyzet minusz 3 plusz x plusz 1-szer, nem plusz, minusz 2x per x négyzet minusz 3 a négyzetem, azaz ez itt ugye 2x négyzet, meg 2x kivonás, akkor minusz x négyzet, minusz 2x, minusz 3-ot kapok a számlálóba. Jó, tehát ugye itt a gyök 3-nál nagyobb, tehát akkor ez biztos, hogy itt nem zavar be semmit. Ez pedig a mínusz-mínuszok miatt ez ugye kisebb, mint 0, hogyha x nagyobb, mint nagyobb egyenlő 2-t írok már. Azaz, ebből következik, hogy a g-függvény monoton csökkenő, hogyha hát itt ebből következik, g az monoton csökkenő, hogyha az x nagyobb egyenlő, mint 2, tehát akkor az an monoton csökkenő, akkor ebből következik, hogy ugye ez itt az alternáló számsor az konvergens, de nem abszolút konvergens, tehát feltételesen konvergens lesz ebben a pontban.